Szemnél szebb finn tájak fotográfiákon megörökítve, az északi ország különleges hangulatát adják vissza azok a képek, melyekből a hétvégén nyílt kiállítás Moson-Magyaróváron a Csellei házban. A Hansági Múzeum Gyurkovicsi gyűjteménye országjáró körútra indult, a múzeum falai azonban nem maradnak üresen, mondta a dr. Nagy István polgármester. Három kiállítás is fog történni, pontosan azért, hogy Moson-Magyaróvár közönsége is mindig frisset, mindig újat, mindig valamilyen meglepőt, meghökkentőt láthasson, és mindig újabb és újabb művészeti értékben gyönyörködhessen. A meghívott vendégek között volt Krausz György, Magyarország korábbi finnországi nagykövete is. A diplomata szívesen emlékszik vissza Juhannus ünnepére, ami a képek egy részén is megjelenik. Van egy nap június végén, amikor egész Finnországban nem nyugszik le a nap. Tehát ezt a napot a finnek természetesen nagyon megünneplik, hiszen a hosszú sötét tél után ez egy felszabadulást, egy megújulást, a régitől való elbúcsúzást jelenti. A képeken látszik a természet szeretete. A fényképek készítője, Csorba Károly elmondta, Finnország egy természetfotós szemével igazi paradicsom. Gyönyörű városok vannak, de igazán a nagy élmény, amikor a Tajgaövezetbe kikerültünk oda, és egy kis faházba lakadtunk. Először együtt a család, utána a család visszavonult, elmentek dolgozni, maradtam a feleségemmel, utána ő is maradt, én pedig csónakba szálltam, és fényképezőgéppel fantasztikus természetben lenni kint Finnországban. A képek mellett a kiállítás hangulatáért a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei voltak felelősek.